A Magyar Festészet Napját 12 évvel ezelőtt hozták létre olyan emberek, akiknek fontos volt a festészet, és egy nagyon szép gondolattal Szent Lukácshoz kötötték, aki közismerten a festők védőszentje, ugyan orvos volt, de a festők védőszentje azért, mert állítólag ő is festett egy-két képet, ami az ikonok alapját képezte volna. Szent Lukács névnapja október 18-án van, és mindig ebben az időtájban szokott megnyílni, ebben az utóbbi egy tucatnyi évben a festészet napja. Eleinte a 11. kerület pártolta, az első kiállítások a Feneketlen tó körül voltak. Aztán úgy alakult, hogy ebből egy ilyen vándorcirkusz lett, mert nem volt állandó helysége, és próbált különböző helyeken megtelepedni. Idén a Graphisoft Park ad neki otthont. A Magyar Művészeti Akadémia úgy érzi, hogy egy rendkívül jelentős eseménnyel gazdagodik a programunk nekünk is, hogyha a szervezésbe, a kivitelezésbe beszállunk. Természetesen díjat ajánlottunk fel idén. Én a magam részéről azért tartom rendkívül jelentősnek, és a Magyar Művészeti Akadémia törekvéseivel egybehangzónak a Magyar Festészet Napját, mert ez magából a szakmából indult ki. Meg kell említenem Bráda Tibor festőművészt, aki ennek a spiritus rektora volt annak idején, tehát nem külső elvárásra, nem valamiféle kulturpolitikai elvárásra, nem galéria hozta létre, nem művészettörténész, kurátor, hanem ez a szakmának a belső értékrendjét mutatja fel. Ugyanez a feladata a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának, hogy a szakma belső értékrendjét mutassa fel, azt a manipulálatlan értékrendet, amely nyilvánvalóan nem egyezik a különböző trendek, művészettörténészek, kurátorok, galériások, üzletemberek, mecénások értékrendjével, amelyeket a különböző vásárok, illetve galériák képviselnek. Ennek soha nem volt tematikája, idén az a sajátossága, hogy szerb kollégákat hívtunk meg, és idén tagolódik generációk szerint a fiatal művészek, a középgeneráció és a doajenek külön állítanak ki. Hozzáteszem, ebben semmifajta valós választó vonal nincs a generációk között, hanem egyszerűen kényszerűségből, miután több helyen kellett megrendezni ezt a kiállítás sorozatot, így ugye más-más helyszín jutott egy-egy generációnak. A Délvidékkel tulajdonképpen elég régóta van kapcsolata a kortárs képzőművészetnek, de az én generációm idejében ugye az akkori Jugoszláviába átmenni nekünk meglehetősen nehéz volt, ezért nagy örömmel üdvözöltük őket, amikor végre oda-vissza átjárhatóvá váltak a határok. Egész más a helyzet, mint Erdéllyel, amelyikkel folyamatos kapcsolatban voltunk. Itt most viszonylag egy új ismeretségi kör jön be a képben. Nagyon sokan települtek át a háború óta Magyarországra, és az ő révükön nagyon egyszerű a kapcsolatokat kiépíteni. Hát itt most éppen egy olyan helyen vagyunk, ahol három előadás hangzik el, és pontosan arról szól, mindhárom előadás más-más aspektusból, hogy a festészet mégis él, annak ellenére, hogy már nagyon régóta elparentálták. Gyakorlatilag ez jelképezi a folyamatosságot, hogy itt festmények, méghozzá hagyományos technikával készült festmények szerepelnek 99%-ban. Egy embert emelnék ki hivatalból, mert hiszen a Magyar Művészeti Akadémia neki adta át a fődíját itt a Graphisoft Parkban, őt Almási Aladárnak hívják, grafikus festőművész. Hát egy kiváló művészről van szó, ő az az ember, akinek a művészetét szóban lehetetlen megközelíteni. Szürrealisztikus, több műfajban dolgozik, rendkívül igényesen megmunkált felületeket hoz létre, és félig meddig figurális művésznek mondható, ezentúl semmit nem lehet mondani.